Lakás eladási hullám indulhat a járvány hatására. Sokan ugyanis kölcsönből befektetési céllal vettek korábban ingatlant. A bérleti piac ugyanakkor a turisták hiányában megtorpant, ez pedig a hitelmoratórium lejártával eladásra késztetheti a tulajdonosokat. Emiatt olcsóbbak lehetnek a lakások. Az ingatlanpiaci változásokról beszélget következő vendégével Titanilla. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Most a vendégünk, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Induljunk el akkor az albérletárak csökkenésétől. Itt van a legújabb augusztusi lakbérindex. Mit figyelt meg az ingatlan.com? A kseingatlan.com lakbérindexe tegnap frissült, és ez alapján elmondható, hogy tovább csökkentek a bérleti díjak országszerte. Gyakorlatilag alig van olyan régiója az országnak, a, ahol emelkedtek volna a bérleti díjak. Ez pedig összefüggésben lehet a jelenlegi koronavírus okozta helyzettel is. A legnagyobb bérleti díj csökkenés éves összehasonlításban Budapesten történt, ahol több mint 10%-kal kell, kellett kevesebbet fizetni augusztusban a, a kiadásra kínált ingatlanokért, mint egy évvel ezelőtt, tehát 2019. augusztusához képest. És az ország többi régiójában Nyugat-Dunán van, illetve Észak- vagy pontosabban Dél-Alföldön dél volt a legnagyobb bérleti csökkenés, ott 3 és 4 százalékos közötti volt a bérleti díjak visszaesése. Hogyha Budapestet egy picit jobban górcső alá vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy a belső körületekben volt a városomból a legnagyobb visszaesés, ott, ott majdnem 13%-kal kellett 2020. augusztusában kevesebbet fizetni egy kiadó lakásért, mint egy évvel ezelőtt. Mutatunk egy grafikont is, ami nagyon szépen látszik a koronavírus járványnak a hatása, tehát hogy szépen elkezdenek meredeken csökkenni a vonalak. Itt a narancsárga-piros vonal az az országos lakbérindex, a fekete pedig a budapesti. És látjuk, hogy az utóbbi három-négy hónapban egy ilyen cikcak mozgás figyelhető meg ennek. Mi az oka, ezt hogyan kell értelmezni? Az látszik, hogy... A bérletidéak folyamatos, folyamatos emelkedését megtörte a koronavírus járvány. Ugye itt március-áprilisban nem csak a, a például az egyetemisták főiskolások helyzete változott meg és sokan hazaköltöztek, hanem például Budapest belső kerületében nagyon népszerű, rövidtávú lakáskiadást is újra kellett gondolni a tulajdonosoknak, hiszen eltűntek a külföldi turisták, nem lehetett annyi bevételt elérni ezekből a kiadó lakásokból, mint az előző időben, és ezeket inkább a hosszú távú kiadásra kínálták fel a tulajdonosok, és a kínálat növekedése miatt pedig a versenyhelyzet is nőtt a kiadók részéről, és a bérleti díjak is csökkentek. Ahogy kezdtünk kilábalni a koronavírus okozta első sok hatásból, és visszapattant valamelyest a lakáspiac, a bérleti díjak is visszakorigáltak egy nagyon minimálisat, de azért az nagyon szépen látszott ezen a grafikonon, hogy nem a korábbi drága szintre növekedtek vissza a bérleti díjak. És ami még nagyon érdekes, hogy minden évben a július-augusztusi időszak az, az, amikor a legnagyobb a pörgés a kiadó lakások piacán, és ez 2020-ban most nem járt együtt egy nagyobb arányú lakbérdrágulással, sőt augusztusban még csökkentek is, akár még a júliushoz képesti szinthez, szinthez is a bérleti díjak. Tehát az látszik, hogy most azok vannak jó helyzetben, akik kiadó lakást keresnek, tehát bérlőként keresgélnek a piacon, hiszen a lakás kiadók tulajdonképpen versenyeznek értük. Korábban többször beszéltünk arról, hogy főleg a fővárosban jellemző, de hogy a befektetési célú lakásvásárlások miatt is nőtt meg annyira az ingatlanok ára, és ugye a bérleti díjak is emiatt növekedtek. Most, hogy ugye ez a típusú piaci, rész, piaci rész, ez megszűnt, ugye bezuhantak a bérleti díjak, nem jönnek a turisták, azok, akik befektetési cél vettek korábban a lakást, azok valóban eladhatják az ingatlanjukat, meg lehet majd figyelni, vagy már megfigyelhető ez a trend? Itt ketté kell bontani azokat a befektetőket, akik saját pénzből és saját erőből vásároltak ingatlanokat akár több évvel korábban, nekik még egy relatív nagyobb átcsökkenés sem okoz problémát, hiszen ezeket a lakásokat akár 20-30-40%-kal olcsóbban vásárolták, tehát nekik őket semmi sem kényszeríti arra, hogy eladják ezeket az ingatlanokat. Azok viszont, akik hitelt is vettek föl és nagymértékben spekuláltak a, a lakásárak további növekedésére, a bérleti díjak emelkedésére, illetve arra, hogy külföldi turistáknak majd drágán ki tudják adni ezeket az ingatlanokat, nekik, legalábbis egy részüknek újra kell gondolni a stratégiájukat, és ha nem tartoznak bele egyik kedvezményezett csoportba se, akiknek januárban meghosszabbodik a hiteltörlesztési moratórium, ugye emlékezhetünk, hogy a nyugdíjasok, munkanélküliek, gyermekesek és a, közszolgálat és a közalkalmazottak részére meghosszabbodik egy fél évvel a hitelmoratórium, a többieknek viszont újsmét tördeszteni kell a, a, a lakáshiteltörlesztőket, ezért nekik ők, ők lehet, hogy arra lesznek kényszerülve, hogyha nem jön ki a bevételeik, nem fedezik a hiteltörlesztőt, akkor lehet, hogy nekik el kell adniuk az ingatlanjaikat, hogy ne bukjanak rajta. Ha ezek az eladó ingatlanok megjelennek a piacon, akkor ugye nő a kínálat. Elképzelhető, hogy az árak emiatt csökkenni fognak. Az árak csökkenése minden olyan esetben valószínű, amikor valaki, valaki vagy egy, az eladók egy csoportja kényszer hatására lép. A koronavírus egyik nagy tanulsága volt az első hullámban, hogy főleg a hitelmoratórium bevezetése miatt a lakosság nagy, része, nagy részének nem kellett kényszerből értékesíteni a fejük fölött lévő ingatlan, tehát ők biztonságban tudták magukat. Viszont, hogyha a befektetők egy része azokat az ingatlanokat, amikben nem ők laknak, hanem például bérlők, adják ki, de eladás, eladási kényszerbe kerülnek, akkor az ő, ő általuk generált kínálat lenyomhatja az árakat, leginkább azokban a városrészekben, amik népszerűek voltak a bérlők körében, vagy a legdrágábbnak mutatkoztak korábban. Itt például a belváros lehet egy ilyen gócpont, hogyha itt megnő a kínálat és csökkennek az árak, azok viszont kigyűrűzhetnek a város külső részeibe is. Malog Lászlónak köszönjük az elemzést. Köszönöm szépen.